A Kolozsvár utcai használaton kívüli sportpályán dolgozzák fel a fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó non-profit KFT munkatársai a rönkökben érkező tűzifát. Darabolják, majd hasogatják, hogy a rászorulók már kályhakész állapotban kaphassák a tüzelőt. 200 család kap tűzifát, családonként másfél köbmétert. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos segítség a rászoruló családoknak, hiszen sokszor szükség van ezekre a tüzelőanyagnak a pótlására. Az önkormányzat listája alapján végezzük az osztást, nálunk a feldolgozás, illetve a kiszállítás történik. A napokban 300 köbméter tűzifát juttatnak el a rászorulóknak, emellett pedig folyamatos a papírbriket gyártása. Ennek valamivel kisebb a fűtőértéke, de a fával együtt használva épp oly meleget ad. 2016 óta van nekünk egy másik közfoglalkoztatási programunk, ami a papírbrikettet készítünk. Az idei évben jelentősen megnövekedett a kapacitás, ezért a tűzifa mellé jóval több mennyiségű papírbrikettet is tudnak kapni a rászoruló családok. A brikett alapanyagát, a használt papírt a FEHE Kft. Intézményektől, vállalatoktól kapja. A szociális brikett osztását már az ősz elején megkezdték. A 7 kg-os egységcsomagokból idén az eddigieknek akár többszörösét is kaphatják térítésmentesen a rászorulók.